Köszöntöm a stúdiónkban Véglászló polgármester urat. Én is köszöntöm a tévénézőket, és köszönöm a meghívást. Háromféle témáról beszélgetünk a mai stúdióbeszélgetésünk alkalmával, illetve még az augusztus 20-ai ünnepségről is. Nézzük akkor elsőként azt, hogy két projekt esetében is szabálytalansági eljárást indítottak az önkormányzat ellen. Ugye erről beszéltünk már az elmúlt hetek valamelyikén is. Hol tart most ez a folyamat, polgármester úr? Milyen megnyugtató választ tud adni erre a kérdésre? Hát teljesen megnyugtatott, sajnos még nem tudok, de olyan szempontból én úgy kezdek nyugodt lenni, hogy érzem, legalábbis az utóbbi hetekben kifejezetten érzem, hogy haladnak a dolgok, és azt is érzem, hogy jó irányban, tehát bizakodó vagyok, maradjunk ennyiben. Éppen tegnap is jártam a pénzügyminisztériumban, és azt hiszem, hogy valahogy azért jobb irányba mennek a dolgok. De hogy tényleg egy kicsit bővebben beszéljünk erről a két szabálytalansági eljárásról, ugye ez a két szabálytalansági eljárás semmi másért nem indult, semmi más indoka nincs, csak ez a bizonyos paragrafus a KBT-ben, amit egyesek úgy értelmeznek, hogy a saját cége az önkormányzatnak nem indulhat az önkormányzat által kiírt közbeszerzésen, ami nincs így. Tehát a jogászainknak is ez az álláspontja, de egyébként bárki ezt elolvashatja a KBT-ben, tehát ez így nincs leírva. És ugye esetünkben a közszolgáltató KFT-nknél nincs ráhatása az önkormányzatnak, az önkormányzat testületének, az ügyvezető igazgatóra, a KFT vezetésére. Tehát nem is nagyon értjük, és ugye haba tortán, de ezt is elmondtam már, hogy hát jó néhány olyan helyről tudunk, és itt a szabálytalansági eljárás indulása óta ki is gyűjtöttünk kifejezetten ezért egy sor olyan helyet, céget, ahol ugyanez a helyzet, és semmiféle szabálytalansági eljárás nem indult. Na most ezt azért tudni kell, nyilván a laikusok ezt így nem látják át, de az ő kedvükért elmondom, hogy azért a közbeszerzési döntőbizottság az nem úgy működik, mondjuk, mint egy polgári bíróság. Én pont tegnap a pénzügyminisztériumban azt mondtam, hogy egy kicsit olyan rögtönítélő bíróság íze van az egésznek, viszont ugye most nyilván senki nem szeretné, tehát mi sem szeretnénk, hogyha ebből egy pereskedés lenne, de természetesen mi elmegyünk a végsőkig, hiszen a város érdeke az első, azon kívül, hogy abszolút igazságtalannak tartjuk ezt a dolgot. Tehát azért egy polgári per esetében, gondolom én, és nem csak én, hanem az ügyvédi irodánk munkatársai is így gondolják, hogy teljesen más nézőpontból nézi egy polgári bíróság, mondjuk ezeket a precedenseket is. Szóval én úgy érzem, hogy jó úton haladunk, és bízom abban is, hogy végül is nem kell, hogy egy pereskedésre sor kerüljön. Van esetleg valamilyen határidő, vagy meg lehet-e jósolni, hogy mikor lesz vége ennek az ügynek? Hát igen, van, de hogy mikor lesz vége, ezt azért nem merném megjósolni, de én remélem, hogy egy hónapon belül valamiféle megnyugtató eredmény lesz. A másik témánk egy olyan téma, amely tulajdonképpen a közösségi oldalakon született, és az illegális szemétlerakás címet kapta. Mennyire illegális ez a szemétlerakás, és miről van szó, polgármester úr? Igen, itt arról van szó, most ugye a Facebookhoz zavarkeltést hagyjuk, majd amúgy is szeretnék erről beszélni más aspektusból. De hát itt arról van szó, tehát a tények azok a következők. Amikor elkezdődött tavaly a körforgalom építése, vagy hát először ugye a közmű kiváltásokkal kezdődött még augusztusban, akkor itt dolgozott három cég is tulajdonképpen. Szigorúan véve körforgalomnál csak kettő ugyan, ugye, aki végezte a
a közműkiváltást, aki igazából földmunkákat is csinált, meg hát utána az építők, de ugye a harmadik, aki ezt a bizonyos zöld folyosót készítette, hát ők is ott a határterületeken dolgoztak, meg nyilván a Petőfi és az Árpád utcában is keletkeztek ilyen törmelékek. Ugye ezeket a törmelékeket valahol tárolni kellett. A törvény betűje szerint egyébként tény és való, hogy ezeket az építési területen kell tárolni. De hát azt hiszem, hogy egyrészt, hogyha valaki maga elé képzeli a helyszínt, akkor nagyon könnyen beláthatja, hogy ez fizikailag lehetetlen. Tehát nyilván, hogyha ott a kibontott sziklát, a törmeléket, meg az aszfaltot eltárolják a kivitelező cégek, akkor gyakorlatilag nincs helyük másra. És egyébként meg akinek van némi köze vagy rálátása az ilyen építési munkákra, az nagyon jól tudja, hogy ez a gyakorlatban mindig is így szokott történni, hogy időlegesen valahova leteszik, és utána természetesen vagy elszállítják, vagy pedig mondjuk összetörik az aszfaltot. Az esetünkben is ez így lett volna. Egy hibát elkövetett az önkormányzat egyébként, én ezt nem is tagadom, mert ugye hát valami jóindulatú ember még a tavasszal tett egy feljelentést a megyei kormányhivatalnál. Úgyhogy egyébként ez nem egy ilyen újdonság, ugye, mert most egy-két hete kezdett el róla ez a nem is tudom milyen sajtónak nevezzük, ellenzéki bulvár sajtónak mondjuk, ugye cikkezni a sümegi Facebookos posztok alapján, de tulajdonképpen a hatóságnak erről már, hát most nem esküszöm meg rá, de talán már április óta, de május óta biztosan tudomása van, és történtek is lépések ez ügyben. Egyébként, tehát arról van szó, hogy igen, ezt az ideiglenes tárolást is be kellett volna jelenteni az önkormányzatnak tavaly augusztusban vagy szeptemberben, ami nem történt meg. Egyébként régebben ez nem volt így. Sajnos itt a kollégák, vagy hát most nem akarom persze felelősséget egyáltalán áthárítani senkire, az önkormányzat ebben hibázott, de hát ez nem egy olyan, hogy mondjam, súlyos dolog. A másik meg az, amire mindenképpen felhívnám a figyelmet, és ugye erről jelennek meg cikkek, hogy veszélyes hulladék, itt erről szó sincs. Tehát veszélyes hulladékot oda az mi önkormányzatunk, illetve ezek a cégek, amelyekkel kapcsolatban állt az önkormányzat, egy dekát nem szállított oda. És egyébként az aszfalt az nem veszélyes hulladék. Ezeket úgy hívják, hogy inert hulladék, és mi már ennek az évnek az elején, tehát igazából még a körforgalom át sem volt adva, akkor már tárgyaltunk a kivitelezőkkel, hogy a törés, ugye az aszfaltot újra törni, és akkor ez felhasználható mondjuk útalapba, meg ugye, hogy kinek mekkora része van ebből a törmelék kupacból, és több ilyen egyeztetés is történt, arról jegyzőkönyvek is vannak, tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy ilyen sumák módon az önkormányzat oda hordatta ezt a törmeléket, nem, mi ezt természetesen kezeltük is, meg kezelni is óhajtottuk, és egyébként most is folyik az elszállítása ennek a törmeléknek, ahol nincs veszélyes hulladék. Ezt szeretném leszögezni, tehát a történet az ennyi. Hivatalos dokumentummal is érkezett, polgármester úr, ez miről szól? Igen, ezt hétfőn kapta meg a hivatal. Ugye hát a sümegiek, főleg azok, akik így a Facebookon élnek félig meddig, ők az utóbbi nagyjából fél évben nagyon sokat olvashattak ezekről az úgynevezett ügyekről, amiben hát a nevét nem mondhatom ki, bár itt le van írva, de adatvédelmi okok miatt ezt ugye hagyjuk,
De ez az ember, ez feljelentette az önkormányzatot. Igazából, hát ha úgy nézzük, három ügyben, ugye a Kálvária, a művelődési központnak az előtere lépcsői, illetve ez a homlokrakodó gép javítása ügyében. És hát aki olvasta a Facebook posztokat, az láthatja, vagy láthatta, hogy na szóval mindegy, elég durva hangnemben, vádaskodóan írtak szinte napi szinten, meg az a néhány kommentelő, aki állandó kommentelője ezeknek az oldalaknak, ők is akcióba léptek. A nyomozás folyt, és most véget ért. Tehát, ahogy mondtam, ezt a határozatot hétfőn, 27-én kaptuk meg, egyébként 24-én hozta a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság gazdaságvédelmi osztálya, és ez arról szól, hogy mivel a cselekmény nem bűncselekmény, megszüntetem a nyomozást. Úgyhogy ennek az ügynek itt most mondhatnánk, hogy vége van. És én szívesen mondanám is, csak ugye pontosan ez a szemét, az úgynevezett illegális szemétlerakó ügye, meg tudok más feljelentésekről is, tehát azt látom, hogy ennek sajnos nem valószínű, hogy vége lesz. És tényleg most csak annyit szeretnék itt mondani, hogy Sümeg városa az azért soha nem volt egy olyan hely, ahol ez olyan hát siklet volna, vagy kedvel dolog ezek a feljelentgetések. Itt az 50-es években is volt egy olyan közösség, amelyik nem követte ezt a Rákosi érabeli padlás lesöprés időszakában dívó feljelentgetést, az ilyen embereket kivetette magából a közösség. És én meg vagyok róla győződve, és érzem is egyébként, érzem akár a Facebookon is, meg érzem az utcán járva kelve is, hogy az emberek túlnyomó többsége most is így érez, és az emberek túlnyomó többsége nagyon jól tudta, érezte, hogy ezek az úgynevezett ügyek, ezek mennyit érnek, és mennyire komolyak, és mennyi belőlük ez a kampány. És én tényleg arra kérnek minden jó érzésű sümegi embert, hogy ezt a viszonylag szűk csoportot, ezt tényleg vesse ki magából, mint egy gennyedző seb a szálkát, mert én természetesen, egyébként gondolkodunk rajta, Viola Norbert ügyvezető igazgatóval már erről beszéltünk éppen néhány órával ezelőtt, hogy lehet, hogy indítunk itt ezzel kapcsolatban, illetve hát nem ezzel kapcsolatban, hanem az előtte zajló, hát becsületsértő, rágalmazó, Facebookos, meg máshol megjelent állításokkal szemben bírósági eljárást, de ugye ez csak az egyik fele a dolognak. És egyébként is nem szeretném én az energiáim nagy részét, egyébként is elég sok ilyen látszat dologgal és butasággal kell töltenem az időmet, mint a közadat igénylések, amik hetente, sőt néha naponta érkezik, ugye 5. Ez is megérne egy külön adást egyébként. No de tehát nem akarom én az energiáimat, meg az időmet azzal tölteni, vagy arra eltölteni, hogy a bíróságra járjak nagyon sokat. De nem is ez talán a lényeg, hanem tényleg az, hogy sümegiek, érezzék úgy végre a túlnyomó többség, hogy ennek itt véget kell vetni, és ezt a társaságot tényleg kizárni a közéletből. Harmadik témánk, polgármester úr, az óvoda intézményével kapcsolatos
érdekli nyilvánvalóan a kisgyermekes szülőket és az óvodapedagógusokat is, hogyan tovább óvoda. Igen, ugye itt is történt egy sajnálatos dolog. Az óvoda vezető, aki tavaly jött, tavaly mint egyetlen pályázó egyébként, ugye megnyerte a kiírt óvoda vezetői pályázatot, most hát gyakorlatilag felmondott, és el kíván menni Sümegről. Hát, hogy ez minek köszönhető, azt hiszem nem kell túl nagy fantázia, hogy kitaláljuk, mert szintén most arra utalok, hogy aki olvasgatja ennek a kis csoportnak, meg a vezetőjének az írásait, az emlékezhet rá, hogy talán két-három hónappal ezelőtt, hát nagyon csúnya és nemtelen támadások érték volna a vezetőasszony. Én hozzátenném, hogy nyilván lehet kritikákat megfogalmazni, de azért ez a stílus és ez a töménység, hát lehet, hogy egy óvoda vezetőnek, egy óvoda pedagógusnak egyáltalán már sok volt. Tehát ő nem politikus, nem közéleti szereplő. Egyébként a közéleti szereplőnek sem kell nyilván eltűrnie mindent. Óvoda vezetőasszony gondolkodott is ezen, hogy ezt a bizonyos személyt beperli. De hát aztán ezek szerint úgy döntött, hogy inkább elmegy. Egyébként nagyon sajnálom, de nyilván nekünk ezt a helyzetet meg kell oldani, de tényleg megjegyezném itt újólag, hogy az egész várost, a város megítélését rontja ez a folyamatos cirkusz, amit ez a néhány ember gerjeszt itt Sümegen. Most felmondott az óvodavezető, de egyébként nagyon sok vállalkozó, építési vállalkozó is azt mondta például ezután, az ügy után, hogy ne ragudjatok, nekem semmi szükségem arra, hogy a nyomozók jöjjenek hozzám, azért, mert nem tudom, én részt vettem akármelyik munkában, úgyhogy hagyjuk ezt. Tehát ha egy ilyen hangulat kialakul egy városban, akkor az eleve hát szinte katasztrofális. Persze lehet, hogy önnekik ez a céljuk, hozzáteszem, hiszen láthatjuk az országos, meg egyáltalán a világpolitikában is, hogy a káosz keltése az egyik fő célja ennek a politikai csoportosulásnak, de minden esetre nekünk ezt itt helyben is kezelni kell, és én azt hiszem, hogy kezelni is fogjuk, nyilván kiírunk új pályázatot, aztán meglátjuk, de addig is nyilván a helyettes köteles vinni a dolgokat, és fogja is. Aztán, hogy helybeli lesz az új óvoda vezető, vagy egy kintről jött ember, azt majd nyilván eldöntik a pályázatok. Ejtsünk szót az augusztus 20-ai ünnepségről, polgármester úr. Ugye a híradásokból értesülhetett mindenki, hogy a kormány hozott egy döntést azzal kapcsolatban, hogy a budapesti rendezvények elmaradnak. Mi a helyzet itt Sümegen, hogyan gondolkodnak most? Meg lesz tartva? Hát igen, meg lesz tartva. Egy dolgon még gondolkodunk, és igazából nem olyan megfontolásból nyilván, mint Budapesten, ahol százezres vagy akár milliós tömeg is elmehet nézni a Dunapartra és a belvárosba a tűzi játékot. Itt Sümegen nyilván, hogy nem fenyegetne bennünket az a veszély, hogy akár csak az 500 fő közelébe kerüljön a tömeg, de bevallom, hogy hát takarékossági szempontból azon gondolkodunk, hogy a tűzi játék idén elmarad, de egyébként meg lesz tartva a művelődési házban az ünnepség, a műsorral együtt, előtte meg lesz az ünnepi mise, és a műsor keretében egyébként sor kerül egy film vetítésére is, amiben összefoglaljuk
a tavasszal az idén elkészült projekteket, és 7:30-kor a Ramazetter házat pedig a hagyományos módon, hogy így mondjam, tehát szalagvágással át is adjuk, és ide is nagyon nagy szeretettel várok mindenkit. Remélem, hogy sokan lesznek a misén is, a művelődési házban is, és a Ramazetter házhoz is sokan átsétálnak velünk a művelődési házból, és akkor újra együtt megnézhetjük a valóban gyönyörű Ramazetter házat. Polgármester úr, köszönjük, hogy a vendégünk volt, várjuk vissza a jövő héten is. Köszönöm szépen.